Köszöntöm a vándor nézőit! A következő fél órában egy adriai vitorlás útra invitáljuk Önöket. Kevés olyan helye van a világnak, melyre a természet olyan bőkezűen szórta kincseit, mint erre a Magyarországtól karnyújtásnyira lévő országra. Bontsunk vitorlát együtt, és fedezzék fel velünk az adriai szigetvilágot hajós szemmel! Az adriai tengerpart 73%-a tartozik Horvátországhoz. A tengerpart előtt pedig pontosan 1185 kisebb-nagyobb sziget és sziklazátony található. A szigetek közül csak 66 lakott. A tenger jelentette itt mindig az életet. Sokat adott, de sok mindent el is vett. A terület valamikor csaták színtere volt, de a búcsúzásé is. Amikor a halászok vagy a tengerészek a túlélés reményében az ismeretlen felé vették útjukat. Egyesek visszatértek, mások nem. De mindig visszavárták őket. Ezért fogadják itt az érkezőt mindig nagy örömmel, az asztalokon hallal, fügével és háziborral. Az ezer éves történelemre visszatekintő Horvátország csak 1992-ben került önálló országként Európa térképére. Az egyik legkisebb európai ország, közel 5 millió lakossal, melynek 78%-a horvát. A hosszú, elnyúlt tengerpart az ország területének körülbelül egyharmadát teszi ki, amely évente több mint 5 millió turistát fogad. A tengerpartot négy földrajzi részre bonthatjuk. Északon fekszik az Isztriai félsziget, ezt követi a Kvárneröböl, amit a Gorszki-Kotár-hegység határol. A Novigrádi öbölnél kezdődik Dalmácia, a horvát állam kora középkori székhelye. A dalmát tengerpart különlegessége a szorosan egymás mellett sorakozó egészen apró szigetek hada, melyek különösen Zadar és Split környékén válnak sűrűvé. Végül délen ismét szédítő hegyek. A közel 2000 méteres Moszor és a Biakovó kísérik az utat. És a kört az ország másik nagy félszigete, a Peljesát zárja. A legkönnyebben személygépkocsival juthatunk le a tengerhez. Ahhoz, hogy vitorlát bonthassunk egy adriai kikötőben, körülbelül 9 órát kell autóznunk Budapesttől. Jelenleg az út egyharmada autópálya, amelynek költsége mindössze 1000 forint. Érdemes betartani a közlekedési szabályokat, mert a horvát hatóságok rendkívül szigorúan büntetnek. Nem érdemes viszont szombaton közlekedni, mert főszezonban óriási a forgalom. Sokszor csak araszolva juthatunk le a tengerig. U srcu bijem bitku života, sam bez tvoje ljubavi, prisjela duši tvoja ljepota, od sreće me rastavi, prisjela duši tvoja ljepota, od sreće me rastavi, otišlo ti srce u pogrešne ruke, zbog moje si tuge zaslužila muke, sada pati tako ti. Volio do neba, otišlo ti srce u pogrešne ruke, zbog moje si tuge zaslužila muke.
Az Adria part klímája mediterrán, vagyis a száraz forró nyarakat enyhe telek követik. A klíma alakításában fontos szerepet játszik a tenger hőtároló hatása és a kontinenstől elszigetelő hegyvidék. A tenger télen fűt, nyáron hűt, ami jól is jön, mert nyáron elviselhetetlen lenne a hőség. A horvát tengerpart Európa egyik legnaposabb üdülőterülete. Már májusban napi 9 órát süt a nap, és októberben is 7 az átlagos napsütéses órák száma. A szél az egyetlen kellemetlen tényezője az időjárásnak, ami esetünkben pont jól jön, mert vitorlázni nem lehet szélcsendben. Kíváncsiak vagyunk, milyen a nyaralás a vízen. Stábunk egy hetet tölt egy Bavaria 44-es típusú vitorláshajón. Megmutatjuk, milyen lehetőségek várnak a magyar utazó számára. Szokosámból Dalmácia legnagyobb jacht kikötőjéből indulunk. Családoknak és baráti társaságoknak ajánljuk ezt a fajta nyaralást, hiszen egy hétig a hajó az otthonuk. Főszezonban egy fő részére 80 ezer forintért bérelhetnek vitorlást a tengeren. Az ár tartalmazza a horvát helyi adót, a gumicsónakot, konyhaeszközöket és az ágyneműt. Nem tartalmazza viszont az üzemanyag költséget, a kikötői díjakat, ami naponta körülbelül 10 ezer forint. Anyakikötőben nem kell fizetni. És a takarítás díját, ami hajónként körülbelül 25 ezer forint. Induláskor kauciót kell fizetni, ami 380 ezer forintnak megfelelő euró. Káresemény bekövetkezésekor ez a hajó kaszkó és felelősségbiztosításának önrészét fedezi. Azt szeretnénk, ha minél többen jönnének a horvát tengerre, Magyarország legeldugottabb zugaiból is jönnének vitorlázni. Miért pont a vitorlázás? A vitorlázás egy eszméletlen, gyönyörű, szép dolog, nagyon kevés embernek adatott meg idáig, sokan gondolták azt, hogy ez a gazdag embereknek a sportja, ez nem így van egyáltalán, úgyhogy én azt gondolom, hogy csak egyszer kell kipróbálni, ahogy valaki kipróbálta és nincsen különösebb averziója a mozgó, víz, hullámok ellen, akkor mindig vissza fog ide térni. Külön költségek lehetnek még, ha motorcsónakot is bérelünk a vitorláshoz, ami 19 ezer forint. Spinnaker, ami 18 ezer forint egy hétre. És skipper, más néven kapitány, aki 20 ezer forintért kalauzol bennünket naponta az Adrián. A vitorláson 4 kabinban 8 fő aludhat, napközben többen is elférnek. Van 2 fürdőszoba, konyha étkezővel, rádió és CD lejátszó, ami növeli komfortérzetünket. Mediterrán kikötőkben sétálva sokan megcsodáljuk a luxus jachtokat is. Most kukkantsunk be egy 4 személyes jacht belsejébe. Tehetősebbe ki is bérelhetik.
Egy májusi reggel útnak indultunk egy Bavaria 44-es túravitorlással, amelyet kifejezetten turistabérlésre fejlesztettek ki. Ennek megfelelően nagyon kényelmes és biztonságos vitorlázást nyújt. Kényelemről az elején nem sok szó esett, mert a vitorlázás munkával is jár. Kapitányunk a kikötőben gyors kiképzésben részesített bennünket. Vannak alapfogalmak, amelyeket meg kell tanulni, mert vészhelyzet esetén nem lehet hosszasan magyarázni a teendőket. Megtanultuk, mi az a roll-off nagy vitorla, Grósz és Génua, és mi a boom. Fontos szerepe van a vincsnek, vagy más néven csörlőnek, amibe a csörlőrút helyezkedik el. Nem könnyű a kezelése, de gyakorlat teszi a mestert. Először persze nekünk sem sikerült. A bummon találhatók a grósshot csigák, a stoppernek a kötelek feszítésében van szerepe. Száling, alba bum csiga, bumveret, és még sok minden más. A kapitány tudja. A csápok a széljelzők a vitorlán, emiatt persze fontos szerepet töltenek be. A kapitánynak a hajón külön kis birodalma van. URH rádión beszélhet a többiekkel és a kikötőkkel, GPS-tel és elektronikus Adria térképkészlettel tájékozódhat. A profi vitorlások azonban semmit sem bíznak a véletlenre, és külön navigációs berendezéseket hoznak magukkal. Aztán persze minden szabad percüket ezelőtt töltik. A vízen fontos szerepet töltenek be a világító tornyok, amelyeket veszélyes helyekre építettek. Segítik a tájékozódást. Belecsöppentünk egy májusi viharba, amely megtépázta a legénységet. Megtudtuk, hogy a sirokkó, a bora és a misztrál határozza meg az Adria időjárását. A sirokkó nedves, meleg déli szél. Hosszú ideig tartó esőzés kíséri. A tenger déli részén fejti ki teljes erejét. A misztrál jó időt és enyhülést hoz a nyári forróságban. A horvát partoknál északnyugati irányból fúj. Érdekessége, hogy napközben a misztrál iránya a nap járásával változik, vagyis az óramutató irányában. Pont onnan fúj, ahonnan a nap perzsel. Mi a bora erejét éltük át, amely száraz és hideg szél. A szárazföld felől fúj és szép tiszta időt hoz. Akik horgászni szeretnének, megtehetik, ha megfizették a halászat illetéket. A sporthorgászat a halak, rákok, puhatestűek és kagylók halászatát jelenti. Több búvárbázisra szoktuk lejárni az Adriára. Az egyik búvárbázis az viszonylag közel van, mindössze 700 km Budapesttől, Szennyi búvárbázison, de a legszebb és szerintem az Adriának egyik legszebb merülőhelyei azok Hvár sziget környékén találhatók, ahol nem kevesebb látványban van része az ott merülőknek, mint egy 60-62 méter mélyen fekvő, 110 méter hosszú görög szénszállító hajóroncs, illetve talán ami a legeslegyönyörűbb, az a Blue Cave, a kék barlang, mely a világörökség része, mind a víz felszínen, mind a barlangban és mind a víz alatt, mely
maradandó élményt fog nyújtani. Egyébként az Adriának sajnos nagyon sok része valóban búvár nyelven mondva le van rabolva, magyarán nagyon kevés víz alatti tárgy található. Nagyon nagy élményekben lehet része az itt merülőknek is. A halak etetésétől kezdve a polipvadászatig, idézőjelben mondom, illetve a roncsmerülésig, a barlangmerülésekig. Én úgy érzem, hogy az Adrián gyönyörű merülőhelyek vannak. Semmihez sem hasonlítható érzés reggel egy kikötőben, hajóban ébredni. Az ember kinyitja a kajüt ablakát, csodálatos napfelkelte és csillogó tenger fogadja. A kikötőben mindenki segít a másiknak, hiszen tapasztalatból tudja, hogy nagy odafigyelést igényel egy hajó kikötése. A kapitány kiosztotta a feladatokat és mindenki összpontosított. A sok kötél között könnyen eltéved az ember, pláne ha kezdő. Sikerült. Partot értünk, és már mi segítünk másoknak. Ezzel persze korán sincs vége a hajó körüli munkálatoknak, hiszen mindenki szeret tiszta hajón utazni. Mennyei érzés a vitorlázás, de mennyei érzés egy idő után újra a földön járni. Szilárd talajt érezni a lábunk alatt, és óriási, stabil fürdőben zuhanyozni. A gasztronómiai lehetőségeket természetesen Horvátországban is a helyi állat és növényvilág határozza meg. A tenger számtalan halfajtáját különféle módon készítettük el. A hajón lehet sütni, főzni, a gyümölcsöt pedig a kikötőben, a zöldségesnél megvenni. Körülültük az asztalt, és udvariasan viccmeséléssel kezdtük. Amikor hajónk gyorsan szeli a tengert, az egyszerűbb étkezés az ideális, például a zacskós leves, amit a kapitány maga készítette saját számára. Olyan helyzet is adódott, hogy nem engedhette el a kormány kerekét, és kénytelenek voltunk etetni. Itt jártunkkor éppen egy vitorlás verseny zajlott az Adrián, a gyakorlottak akár egy ilyen versenyben is részt vehetnek. A vitorláza az úgy születik, hogy ő megszületik. És aztán az édesapja, a családja olyan helyzetbe kerül, ami nem feltétlen vagyont jelent, hogy a gyerek, mint én, 8 éves korában, elárulom, 1948-ban, Fűzfőn hajóba ül. A gyerekkorát hajón, többféle típusú hajón tölti, és eközben, hát most úgy hívják, charterezik, akkor még nem úgy hívták, hanem vitorláztatással is foglalkozik, mikor már önállóan vitorlázhat. És aztán eljön az az idő, amikor több hajó megy együtt, akkor egymással versenyzünk. Ugye én régi időkről beszélek, akkor jóval kevesebb verseny volt, aztán utána jöttek a hivatalos versenyek, és aztán így telik az idő, az ember versenyzik, mint én évtizedeken keresztül. És aztán, amikor már úgy eltelt egy kicsit az idő, akkor az ember átül néha nagy hajóra, ha van rá alkalma, de biztos, hogy bíró lesz belőle. És most jutunk el oda, hogy tulajdonképpen egy vitorlázó, ugye, hogy fejezi be, most nem biztos, hogy befejezi, de így éli az életét, mint versenybíró. Milyen a szél az Adrián, milyen vitorlázni az Adrián, és milyen a Balatonon?
Hát ez nagy különbség. Az Adrián mindig fúj a szél. Persze vannak néha flautis időszakok, de mindig fúj a szél, és nagyon szép szelek fújnak. Az, hogy most, hogy azért kérdezi, hogy most tegnap miért motoroztunk egy szakaszon, annak az volt az oka, hogy olyan volt a szél iránya, hogy az nem adott lehetőséget egy élvezetes, szép vitorlázásra. Nehéz elmondani, hogy az országnak mi mindent jelentenek a szigetek. Talán sokan egyetértünk azzal, hogy a szárazföldtől való elválás, az ismeretlenbe való indulás pillanatában van valami különös. Minden gond egy csapásra jelentéktelenné válik, s a mindennapi élet mókus kereke mindinkább távolodik. Míg a szigetlakóknak a szárazföldtől való távolság hátrányt jelentett, ugyanez a távolság megvédte őket a gyárkéményektől és a civilizáció más ártalmaitól. A szigeteken védettek maradtak a végtelen levendulamezők, az olajfa ültetvények és szőlőskertek. Érintetlen maradt az ember és természet harmóniája. Ha az ember meglátogatja a tengert, mindig megnyugszik. Elámul hatalmas erején, s rájön arra, hogy az ember egy csepp a tengerben, egy porszem a világegyetemben. Csepp nélkül azonban nem létezik a tenger sem. Porszem nélkül nincs világegyetem. A filozófikus gondolatok után arra is rájövünk, hogy víz nélkül nincs igazi kikapcsolódás. A nyarat a tenger teszi teljessé, s az emberek sokszínűsége, akikkel találkozunk utunk során. Az emberi kapcsolatoktól pedig azt tanuljuk, hogy mindenki más, és mégis hasonló. Tulajdonképpen egyek vagyunk, csak mindannyian máshol tartunk. Minden szigetnek van valami utánozhatatlan sajátos vonása, és minden utazó mást kap a szigetektől. Pihenés, autó, telefon és híradás nélkül. Hányszor kívánták már ezt, és hányszor szerettek volna olyan zugra lelni, ahol igazán kikapcsolódhatnak. Ezt nyújtja Zadar és Sibenik régióinak több mint 400 szigete, melyek Közép-Dalmáciában természeti szépségükkel és történelmi emlékeikkel egyaránt vonzák a turistákat. Utunk végére értünk. Nem könnyű a vitorlás élet, de csodálatos élményekkel lesz gazdagabb, aki kipróbálja. Búcsúzik a vándor, a viszontlátásra!